Az iskola megújulásával átalakult az intézmény udvara is. 3 évvel ezelőtt, amikor visszaköltöztünk ide ebbe az iskolába, akkor felmerült bennünk, hogy milyen játszóteret kellene létrehoznunk, és igazgatónő fia révén kerültünk kapcsolatba a Street Workout-tal, ami azt jelenti, hogy amit itt mögöttem látunk játszótér, tehát, hogy a gyerekek a saját testsúlyukkal, illetve az izületeket kímélve végzik rajta a gyakorlatokat. Mi vagyunk az elsők, akiknek sikerült ezt a játszóteret létrehozni, és ezáltal a gyártóval felvettük a kapcsolatot, akik jelentős kedvezményt adtak az iskolának, mivel hogy ez elsők vagyunk itt Tatabányán. Ez, amit itt látunk, eddig 1 100 000 forintban került, természetesen támogatók révén jöhetett létre. Nagyon kedves, aranyos volt hozzánk a helyi képviselő úr, Salló Győző, ő 600 000 forinttal támogatta a kezdeményezést. Ezt az iskolának volt egy évnyitója, azon a képviselő úr elmondta, hogy ő ezt támogatná, és ennek a kezdeményezésnek a révén a szülők bekapcsolódtak, több 100 000 forinttal, 50 000-rel, 10-zel, ki mennyivel tudott hozzájárulni. Majd a gyerekek is papírgyűjtés keretén belül 200 000 forinttal tudtak hozzájárulni ehhez, hogy ez megvalósulhasson. Tavasszal várhatóan tovább bővül az eszközök sora. Még körülbelül 2-3 elem hiányzik. Erre várunk még majd támogatókat és azokat a jelentkezőket, akik esetleg így a lakótelepről is jelentkeznének. Nagyon szeretik. Tavasszal lesz egy nyílt bemutatónk is, ami keretein belül gyakorlatokat fognak bemutatni, majd edzésterveket fognak adni, tehát segíteni fogják a mi munkánkat azáltal, hogy ezeket speciálisan hogyan lehet használni, hogy tehát az izületeket, a csontokat kíméljük. A modern testnevelés is támaszkodik az újfajta eszközökre. A mindennapos testnevelés keretein belül legyen helyünk, ugye a tornaterem kihasználtsága az maximális, és ugye pont ezért, hogy itt van ugye a pálya, és mellette egy olyan játszótér, amit testnevelés órán is tudunk majd használni. Úgy gondoltuk, hogy majd óra alatt is tudjuk használni, természetesen tanárfelügyelete mellett, tehát a gyerekek egyedül nem használhatják. A szülők nagyon örülnek a kezdeményezésnek, látva azt is, hogy ugye támogatták ezt, és mi nagyon hálásak vagyunk, mert így a közös összefogás révén valósulhatott meg ez a játszótér itt a Sárberki Általános Iskolában.